A kiszolgáltatott beteg emberek egyik mencsvára az ápoló. Hangzott el az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából rendezett konferencián Szekszárdon. Ezt a rendkívül fontos munkát ma már képzett szakdolgozók végzik. A betegágy mellett nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek ezek a szakemberek, hiszen mi lesz a betegekkel, hogyha nincsenek azok, akik kiszolgálják őket, ápolják őket, gondozzák őket, és nem csak a betegágy mellett mondanám én ezt, hanem a járóbetegellátásban, a diagnosztikában, és minden egyéb területen, a műtőkben, az altatósok körében. Ám az ápolók egyre kevesebben vannak. Ennek nem csak az egészségügy szerkezeti átalakítása az oka, hanem sokszor az erkölcsi és az anyagi megbecsülés hiánya miatt mondanak fel a szakdolgozók. A mostani egészségügyi átalakításból adódóan fokozatosan építik le a szakdolgozókat. Természetesen mind a szakmai szervezetek, mind a vezetőség arra törekszik, hogy a közvetlen betegágy mellől nagyon kevés létszámú ápolót, szakdolgozót engedjünk el. Az erkölcsi megbecsülést hivatott erősíteni a Balassa Kórház és a dolgozók szakmai szervezetének törekvése. Idén 8 ápoló részesült dr. Muth Lajos főigazgató, vagy a Magyar Ápolási Egyesület dicséretében. Nagyon sokan lennének rajtam kívül, akik még meg is megérdemelték volna. Próbálom a 24 év alatt, amit a kórházba eltöltöttem az első munkahelyben tenni a dolgom, és valahogy úgy érzem, hogy ez díj nélkül is sikerült, amennyire tőlem telt, és próbálom még ezután is. A szakdolgozók létszáma egyébként a régióban Tolna megyében a legmagasabb. Az ápolók elvándorlása azonban itt is lassan mindennapivá válik, derült ki a rendezvényen.